Elkezdhetjük, ugye? Most kicsit a negyed órát megcsúsztunk, de Isten neki. Mindenkit nagy tisztelettel köszöntök a meghívott rendes testületi ülésen. Két jegyzőknél hitelesítőt szeretnék kérni. Ki szeretne jelentkezni? Jenő? Akkor könnyebb legyen még Mali néni. Nem, tőletek is legyen valaki. Én bonyolult vagyok aláírásilag, csak mondom. 24-ére kérdezik ez a lábot. Most komolyan mondom. Nem bonyolult, ő akkor érdőt is a Gábor szeretném kérni, a fogadjálatestet. Jó, köszönöm szépen a kiküldött napirendi pontok megküldése kerültek, azzal kapcsolatban mindenki egyetért. Jó, köszönöm. Akkor ha elindítanánk először is, hogy kiküldtük a tájékoztatót a határidei határozatok végrehajtására ezzel kapcsolatban. Van egy kérdés, ha nincs, akkor egy elfogadást szeretnék kérni a testület részére. Köszönöm, hogy hangulat a testület elfogadta. És mennénk sorba egy első napi rendi pont az önkormányzat 2020 évi költségvetésének. Költségvetési rendeletének elfogadása. Előzetesen a pénzügyi bizottság hosszan és kimerítően tárgyalta a küldött anyagokat, és megkérdezem elnök azt mondta, hogy ehhez szeretne hozzászólni. Szerintem nem mindenki jelen volt a bizottságon is, akik itt jelen vannak. Ott szerintem elhangzott minden, kitör minden, amit szeretne hozzáfűzni. Jó. Más részéről van, hozzászólásra kérem nincs, akkor a te szavazásra bocsátom föl a 2000... Igen, elnézést, tehát hogy a költségvetés megtárgyalásához. Nem hallottam, hogy miért nem. Hozzárakósabb, tehát konstruktívabb pedig csak azt, hogy adjuk el a Fold Ranger-t. Tehát hogyha most azt mondjuk, hogy beletesszük a költségvetésben, hogy eladjuk a Fold Ranger-t, akkor sem támogatja? A költségvetés elfogadása. Mert ugye, mert számtalan alkalommal volt az, hogy tárgyaltuk a költségvetést, és akkor jöttek ötletekkel, és úgy fogadtuk el a költségvetési rendeletet, hogy ezekkel a módosításokkal. Tehát, hogy most nem a fordítás, tényleg semmi más nem jut eszembe, ami elhangzott volna a módosítóba. Ez a Zsuzsi számára fontos ebből a szempontból. Ha azt mondják, hogy ez kerüljön bele, mint módosító, ha történet, akkor ez egyértelmű. Emlékszem, nem csak az volt, hogy a Ford Ranger, a Ford Ranger-re volt az egész kiegyező, hanem én mindent emlékszem, hogy a különböző napirendi pontokkal volt, szemben volt a kifogásom. És ahhoz képest, hogy... Sok mindennel nem értettünk feltétlenül egyet, rengeteg kérdésünk volt, volt, amire kaptunk választ, volt, amivel... Az lenne a kérdés, hogy bármi olyan módosító javaslat van-e, amit a határozat szövegébe belejöjjünk? Vagy amit átvezessünk? Hát, most így elésztem, nem tudok mit mondani. Most négy órát ültetek, és most hirtelen négy óra sem véletlen volt. Nem, de csak kérdések voltak, csak hogy... Én azért kérdezem, mert ha át kell dolgozni, akkor én nekem kell át dolgozni, hogy tehát bármilyen módosító, csak ennyi, akkor nem fogadjuk el. Így ebben a formában szeretnénk, de egyébként ettől ti még elfogadhatjátok. Mint a testületettől így elfogadhatjátok. Persze, elfogadhatjátok. Jó. Mit tartoztok? Egyébként nem elfogadtuk, szerintem hanem tartózkodtunk. Nem, hogy nem jutottunk mi még oda, hogy testvérek vagyunk. És nem jutottunk el oda, én azt a mérhetetlen, nem itt, hanem a pénzügyön, azt a mérhetetlen információt nem tudom most előadni, hogy itt. Jó, akkor lesz úgyis, hogy megy az élet.
folyamatban, akkor most így van elfogadva. Akkor viszont ez is egy jövőre nézve egy tanulópénz, hogy amikor költségvetés tárgyalás van, akkor lehet érni ilyen eszközökkel. Meg azt lehet esetleg kérni, és ma másoktól kell képzelni, hogyha itt bizonyos pontjain, amiről te is tudod jól, hogy itt megakadtunk, és esetleg abban van valami lépés, vagy változás, és esetleg te is küldesz egy tájékoztatót, hogy tudjuk akkor, hogy mi van, és akkor tudunk tőled kérdezni, hogy akkor az hogyan változott. Tehát ez most ugye jegyzőkönyvezve van ez az egész jegyzőkönyvben. Vissza tudjuk nézni, vissza tudjuk hallgatni, ugye mi is felvettük. És amikor látjuk, hogy egy adott ponthoz érünk, amit látok, hogy aktualitása van, hogy azzal foglalkozni fogsz, arra bűnőre kell jutni, akkor amit te mondtál az előbb, egyszerű fordítva te küldesz nekünk valami kis rövid tájékoztatót, és akkor mi tudunk kérdezni tőle, hogy most mi van, és akkor egyenesbe jutunk valahogy elindulom a... Egyébként hangzott el, hogy vizsgáljuk felül a szociális rendszer teljesen. Az nem érinti a költségvetést, tehát bocsánat, a költségvetésem, amit azt kell nézni, de ugye ez volt az, amire mondtam, mivel az kötött összeg, ami szerepel például a szociális keretre, tehát azt fel kell használnunk. Most az kénytelenek vagy megkorunk beletenni, mert ilyen is megvannak a 2020-as normatív a számok, tehát a támogatások. Hát, például, amikor ugye kiderülnek olyan konkrétumok, most ami nyitás, például mondok, hogy ez az ÁSZ üzletet, ezek a már akcióterv, nem tudom, tehát mondjuk ne kell csinálni, ugye, hogy az ÁSZ felé megnyugtató üzenetet tudunk küldeni, akkor arra küldesz majd valamit, mert nem is akkor azt mondjuk, és rögtön tőled kérdezünk, majd, hogy írnánk valamit. Jó, akkor legyen egy ilyen, jó, de hogy akkor például mondok, tehát bármi, amit, tehát végig kell megköszönni. Ha nincs, akkor ugye van egy megfogalmazott, határozott tipja most, amit piszkosul keresett, csak utána sem sikerül. Rendeletet. Tehát a kívánjatok ezt felolvassam, elég szép hosszú, hogy pedig a beterjesztett és megtárgyalt rendelet tett szavazásra bocsáthatom el. Igen? Akkor kérdezem, hogy a szövegesen megfogalmazott számokat tartalmazó 2020-as évi költségvetést, aki elfogadja, azt kérem jelezze. Mi, aki ellene tartózkodott, 3 tartózkodással, akkor ez így jegyző azt, hogy ez olyan. Ez az első része, igen, és akkor ehhez kapcsolódik az a stabilitási törvény szerinti határozat, azt is határozott, jó? Jó, tehát amit most akkor érző azt, hogy mondott, akkor annak az elfogadását a testület felé javaslom, amennyire a testület felé javaslom, kérem jelezze. Egyhangulóan a testület ezt elfogadta, köszönöm szépen. Bocsánat, csak itt kapottam kell. De ugye nincsen már több tennivalom. Akkor jön a második napirendi pontunk, a Propocs megye Kft. 2020 évi költségvetési koncepciója. Szintén ezt a bizottsággyűlésen hosszan megtárgyaltuk, itt az ügyvezető Privázit a személy, besegített ebbe a dologba. Ezzel kapcsolatban van-e kérdése, illetve van-e még további kérdése a testület részéről az ügyvezető felé? Hogy kívánjátok-e tovább tárgyalni, hogy a bizottságon elhangzottak elegendőek voltak. Igen? Akkor itt is született ugye egy... van egy... született egy előterjesztés, és az előterjesztésben is van egy határozott, ha jól emlékszem. Azt kérem, aki elfogadja, azt készfeltartásra jelezze. A testület akkor ezt egyhangulag elfogadta, és köszönjük szépen önnek is a megtárgyalását, meg az előkészítését. A Propocs megye harmadik napirendi pontra lépünk át, a Propocs megye 2020 évi üzleti terve.
szintén megtárgyalta a bizottság, és elhangzottak javaslatok is. Ettől függetlenül ugye a megküldött határozati javaslat mind ilyen. Kérdezem, hogy ki az, aki elfogadja a testület részéről. Ellene? Elfogadta, hogy ha még kicsit, bocsánat. Jó, akkor jön a 4-es napirendi pont, a csatornaházathoz történő utolagos csatlakozásról szóló ezek módosítása, szintén kiküldések előtt, illetve a pénzügyi bizottság megtárgyalta, a pénzügyi bizottság pozitívan véleményezte, hogy erre a rendeletre szükség volt. Ez a kidolgozás megtörtént, a bizottsági elfogadásra javasolja, és most teretem a testület felé, hogy aki egyetért fel, azt kérem jelezze, a testület egyhangulag a 4-es napirendi pontot mikrofonon megszokni, mert elfogadta, hogy szemüleg is kell. A 5-ös napirendi pont a talajterhelési bíró szóló rendelet módosítása, ennek is ugye a Településfejlesztési Pénzügyi Bizottságon megtárgyalásra került, szintén támogatást adott a Településfejlesztési Bizottság erre, és javasolja a testületnek az elfogadást, aki ezzel egyetért, kérem jelezze. Köszönöm, egyhangulag a testület elfogadta. Az önkormányzat szervezeti és működési szabályozatáról szóló rendelet módosítása, szintén ez tárgyalásra került a bizottsági munkán. Itt is született egy támogató döntés a bizottság részéről. Most szintén a testület felé javaslom elfogadása. Aki egyetért fele, kérem jelezze. Egyhangulag a testület elfogadta. 7-es napirendi pontunk a rendelet a köztisztviselő napunkaszüneti napján nyilvánításáról. Tényleg egyszeres, hogy te magadat is találják. Nézzük, a bizottság megtárgyalta és javasolta a képviselő testületnek az elfogadását, amit 2018-hoz a képviselő testületek kezében van a döntés, hogy megszavazzák ezt a korábban törvényben rögzített munkaszüneti napot. Én ennek a megszavazására tettem javaslatot és kértem a képviselő testületet. Akkor aki támogatta, ezt kérem rendezve, jól láttam, akkor egy hangulat támogatta a testület. Köszönöm szépen. 8-as napirendi pont, a biológiai szőlőgyérítés lehetőségek megtárgyalása. Gábor, szeretnél ezt mondani? Nem. Nem, de nyugodtan mondhatok, hogy ugye a határozati javaslatot hoztunk, és hogy a kérdés az, hogy ezt a testület elfogadja. És eljársz ebben az ügyben. Így van. Tehát akkor ezt a határozatot a testület támogatja el, aki igen, azt kérem jelezze, a testület az előterjesztést elfogadta egyhangulat. 9-es a koncepció az utak karbantartásával kapcsolatban. Ugye szintén a bizottsági ülésen tárgyaltuk, kérdés, hogy van-e hozzászólása a testületi tagoknak ezzel kapcsolatban, pedig az ott kialakult vélemény mind ilyen kerüljön elfogadásra. Az volt, hogy ők kényelkos által... Azt mondom. Hát most plusz meglepében. Kiegészülve, igen. Tehát a kettőt valami módon Tovább jegyeztetik. Azonnali, mert elő kell készíteni azokat a kapcsolatokat, azokat az embereket, akivel ezt a technológiát, ezt a fajta útszakaszt meg tudjuk beszélni, hova is megyünk. Most nem egy beszélés. Az utakbeszélés.
Egy csúszat. Gyakorlatilag most vagyunk 6-án, jövő hét utána való hét. Látos? Igen. Nem megoldás érdekel, rugalmas vagyok. Jó, tehát. Jó. Melyik? 27-ben kezdődött? Hát a 9-ére kezdődött, az lehet. Az neked jó? Nekem az jövő hét után jött. Jövő hét után jött, igen. Milyen napos, napszak? Minden alkalmazkodom, de azt szerencsére megtehetem. Jó. A Marian azt mondta, hogy lehet a pakét. Ne. Ne. Jó, akkor 19-20, nekem mindegy van. Jó, akkor nagyon jó a 19. A bizottság ülésen kötetlenül elbeszélgettek. 19. Jó, február 19-e. Szerda, és Tóra esetleg, nem tudom, Mária, neked, ha Tóra, Oliver, ha Tóra, mert az most beszélgetős. Nem találják. Ha Tóra, nem lesz kamera, nem kell jegyzőkön, vagy mi. Végre. Tehát 19. Jó, akkor ezt az időpontban meg tudunk egyezni? Igen. Igen, köszönjük. És a határozatot el kell fogadni azzal a kiegészítéssel, amit elhangzott a bizottság ülésen, hogy meg így elfogadják. Egy szétcsúszástól. Jó, a 10-es a nyárfasol útfelújítás kivitelező kiválasztása. Mondja az itt a részt. Megszavazta a testület megfogadva, az észrevételt én vettem belőle a keretet, tehát nem a 19 milliós keret. Az ajánlatokat, 3 érkezett. A kiküldött anyag után vettem észre, hogy sajnos a Golánál ott elírás történt, mert nem stimmel a ajánlatban szerepelt össze és a táblázatban szerepelt össze. A kisebbet fogadjuk el. 20 milliót adott, a másik a 22-t a táblázatban, tehát ott van egy eltérés, de igazából ha az alacsonyabb árat veszünk, akkor ugye ott az útszervizé volt a 19-hez képest. Tehát a lényeg az, hogy belefér a legalacsonyabb ára. Tehát nem kell volt, és a szerszervezésre nem kell volt rá. Nekem egy kérdésem, vagy nem tudom, mindenkinek ez lenne, hogy lehet úgy kötni egy ilyen szerződést, hogy semmiféle plusz díjat semmilyen esetben nem számolhat fel. Tehát jó, de hogy még véletlenül se találhassa ki, hogy nekünk ebben még bele kelljen tolni 3 forintot sem. Jó, de oké, de hogy akkor, hogy ez úgy szerződünk, szóval, hogy ő nem jöhet elő semmilyen plusz ötlettel, hogy de kiderült, hogy ott mélyebb, magasabb, keményebb a föld, akármi, akkor sem. Tehát lehetősége volt megnézni, hogy megkapta a terveket, azon, amit elmondta. Jó, oké. És akkor elmondok? Igen, köszönöm. Jó, ugye. Cég, meg minden egyes. Jó, hogy akkor ilyen, 18 millió bruttó, 18 millió 713,220 forint. Tart. A útszervizattal esetleg ez az ajánlatot, amely fel a cél a támogatási összeget. Ha elfogadjuk testet, akkor ezt hangolod elfogadva. Köszönöm szépen. 11-es napi rendi pont a állami számlavőszék vizsgálata. A bizottsági ülésen a beterjesztett anyag
egészséges parázsviták eredményezett, amelynek a kicsit még lemondtuk, a hivatal is lemondta ugye azt a fajta következtetését, hogy ugye a küldöléskor még, hogyha plusz információk vannak, akkor jövőben ezek csatolva legyenek, illetve külön kérdésként most én is mondom mindenki felé, hogyha valamilyen nem tisztázott, vagy nem, számukra nem érthető, vagy éppensége nem feltétlenül jól értelmezhető az a történet, akkor mindenki tegye fel a, akár felé, Timi felé, vagy Jenzi asszony felé, vagy a pénzügyes kollégának a Zsuzsi felé ezeket a kérdéseket, hogy, hogy minél könnyebben is gyorsabban tudjunk haladni az ügyekben, és a kiegészítések majd, ha kell, akkor biztosítjuk, ugye? Jó? Milyen egyéb a számlőszék vizsgálta kapcsolatban még van a... Ha nem, akkor ezt is elfogadásra javaslom. Aki elfogadja, tartózkodott. Ellen a... Bocsánat, tartózkodásuk. Három jó? 12-es a civil ház, civilekháza működtetése. Ugye itt is Rita. A kiküldött anyagközképest ugye annyi változtatás lenne benne, hogy a kiscsoportos foglalkozásoknál, az egyéni megállapodás alapján állapítjuk meg a helyi civil, civil szervezetek mellé bekerül a nyugdíjas plusz, aki ingyenesen kapja. Nem kérdezik ki. Vagy azt hiszem, akkor abban vagyunk 12-szer egy évben. Ugye, nem bozogjuk rá hozzá, hanem 12 alkalommal, és akkor ez vonatkozik a nyugdíjasokra is. Civilekre is. 12-12. A felsorolt civilekre. Jó, tehát 12 alkalommal egy évben ingyen kapják, és egyébként az a táblázat, ami a második táblázat az előterjesztésben táblált a küldött táblázat körül elfogadásra. És beszéljük még jövő héttel. Igen, azt is folyamat van. Dolgozunk az ügyön. Tehát ez addig, igen, addig van ezt érményben, amíg nem áruló. Jó. Jó, akkor született egy kompromisszumos döntést lehet hozni, hogy ezt így el a további felhozzáadással el tudja fogadni a testület. Egy hangulat ez megtörtént. Köszönöm szépen. 13-as napi rendi pont egy közterület elnevezés. Készülettem nem lett hívják, mert nem 2970-nek a hely az iszám, az biztos. Bizony, bizony. Az összes ugye 2913 hó, stb. Igen. Semmiféleképpen nem lett 2000-nek. Elírás, elnézést kérek érte. De nem te írta be. Először is, bocsánat. A kérelmező, Nótkátok 4970, az nem az utca, hanem maga a ház. Nem, 2970 az a ház, igen. Az pedig az ingatlan előtt megy, és az, neki arra az útra nyílik a kapja. Az a 2979-es egyébként, mert ugye elég. 2939. Az nem is az önkormányzat tulajdona. Az nem is, tehát hogy az meg nem szerepel az önkormányzat tulajdona. Na. Ez erről az útról. Ez egy Szóval ahogy nagyon fúrják van. Ez a 2018-as rendezési tervből van ez a térképrésze. Igen, ez a színes. A színes. Igen. Ez a honlapon friss. Igen. Hm. Ez a kis. Idejvált Balázs figyelkelesen.
Nem, és igen, csak nekem itt 2939 van, de itt meg 2979, de erről az... Itt van, de erről beszélünk. De te ezt mondtad itt. De ez egy ülő út, ez az utca. Az utca, és a rók közelíthető, mert a tele. Ez is neked. Ugyanaz, több ugyanaz a kettő. De, és Szerekel is az önkormányzat ott egy tulajdonaiban. 29-79, Szerekel már 2012-es vagyon is van. Valahogy kicsit össze van keveredve, és nem eredett, hogy... Jó, hát jó, az hogy 79-es hát egy halasztó döntéssel. Ja, mert erre halasszuk, mert szerencsétlen nem tud bejelentkezni. Viszont ennek kapcsán meg nem lehetne, hogyha elnevezünk egy utcát, akkor osszunk ki házszámokat is? Vagy az teljesen... Házszámozás az hatósági. Az hatósági? Jó, és ez nem érdemes meg. Hát majd nem, csak úgy tud bejelentkezni, hogy az így majd csak egy házszámozás. Hát úgy tud bejelentkezni. De hát ez nem annyi volt, aki jelen tudni írta a tézen, írta, hogy ez nem is nullát akart, hogy nem kellett. Tudod, hogy egy túl dolgot tudod. Hát, én szívesen hagyom ezt, vagy hogy... Hogy nem az az, 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 az ami... Azt én értem, azt teljesen okay. Értem. De én viszont ismerem a helyet, és tudom, hogy ennek erre nyílik a kapuja. Oké, okay. Én azt mondom, hogy persze. És mögötte nincsen ott, tehát azért is van itt ilyen szaggatottan, mert ez nem létezik. Ez... Támogatom, hogy mármint, hogy mondom, többen vagyunk így ezzel, hogy egy adott utcát nevezzünk el, és legyen Vermek utca, csak biztos, hogy az legyen az, amit szeretnénk. Ne kellemezni mind a kettőt, és az egyszerűen. Miklós, és azt nem lehet azból probléma, hogy mondjuk nem az önkormányzat tulajdonában lévő területet nevezel utcának? Mert szerintem ezzel is össze kéne vetni a vagyonlistával, hogy ez tényleg tulajdonban van-e. Most mert én a 79-es találtam meg a listában. Megkérdezik, hogy a helyre szerintem azt meg kell tisztázni. Megkérdezik a tulajdonlapot ezek a számokról, vagy? Nem kell, én azt mondom, hogy akkor legyen egy ilyen halasztó döntés ebben, mert ha most ez hirtelen ilyen dilemmák van, az ez... Ez régóta van így, mert nekem már 2010-es fölhivatali tulajdonilag is. De ez a színes, ez a legfrissebb. De azon is 2970-es. Igen, azon, igen. Biztos, hogy ez az utca, az biztos, mert ez az ingatlan, amit megvett ez az úr, ez a Rosonci Benyáminé volt, és ott az az ingatlan. Az ingatlan senki nem vitatja, hogy ez ott van. Az utca, ez a 2970-es. Annak a háznak, akik van a 2970-esnek, nem elrendelik a kapatia, hanem Hivatalosan nem lehet az a baj. Én támogatom, csak le fogok. Lehet munkusan szavazni, hogy kiderült mondjuk három nap múlva megyek? Nincs benne az SMS-re az elektronikus. Tehát nem is kérdezik. Az nem engedi az elektronikus. A videokonferenciát tiltja. A videokonferenciát tiltja, tehát személyesen kell megjelenni az a no, hát most már mit csináljunk? Az onnan eddig rájuk, akkor most már egy február végén is van egy testület elvileg elő tervezve, igaz, ez már, az már csak három évig. Szerintem, ha már két hónapot a választások voltak, akkor talán 3 hetet.
De egyébként ez a szőérdeken, hogy utána sokkal bonyolultabb. Erre most tulajdonában egy segítettem, hogy gyerekek utána. Gyerekeknek az, hogy gondolom, nem és csak egy rajzi számra nem lehet bejelentkezni. Nem, nem. Jó. Lakcímkártyát nem kap. Oké. Nem, hogy lakcímkártyát nem rögzítettek. Igen, nincs minden. De azzal, hogy ezt tisztázzuk egy-két napon belül, és azt kiküldöd a testületnek, tehát most egy olyat, hogy támogatjuk, hogy azok után, hogy a hivatal tisztázta, hogy pontosan melyik terület az, abban az esetben azutánra támogat, akkor támogatjuk. Ez, mármint, hogy támogatjuk ezzel a feltételt. A jegyzőkönyvben már az a határozat lesz benne, amivel a helyes helyre jó, a bizottság egyben. És előtt küldünk egy tájékoztatást. Oké. Okay. A tájékoztatás meg arról fog szólni, hogy el fogom küldeni azt a határozatot, amit most elfogadott a bizottság. Tehát a kérdésem az az, hogy a vermekkel egyébként egyetért a Vermek utcára. Azt mondja, hogy jól mehetünk erről a napi rendben, mehetünk tovább. Köszönöm a konstruktivitást. A más 14. napi rendi pont a Hunyadi út 37 alatti Esztermázi kúri körzetének rendezése. Itt is született egy bizottsági megállapodás az előteresztés alapján, ami arról szól főképpen, hogy a legfontosabb része az, hogy bármiféle műveletet is kell tenni, az az önkormányzat anyagi oldalát semmilyen módon ne érintse, és a további haladás szempontjából a meglévő beszerzett hatósági engedélyek kapcsán tudunk tovább lépni. Ez így jó? Ha egyetért a testület, akkor egy hangulat elfogadta. Köszönöm. Volt egy 15-ös napirányi pontunk, a rész módosítás lakossági kérelem volt a Ágoston Katalinék részéről. Itt a település déli részén elő szántott területnek egy részén szeretett volna építményt elhelyezni. Itt gyakorlatilag a főépítész megvizsgálta, valamint a település fejlesztési bizottság is, és a sajnos a kérelmét el kellett utasítani, mielőtt az nem tud megvalósulni az országos szabályzás alapján sem. Egyetért a testület. Köszönöm, és egyebekben. Jó, szeretném határozni, hogy amennyiben nem találjuk plusz forrást, akkor egy napos lesz a 4 milliós keretbőszakos megkezett, de amennyiben forrás találunk támogatások címén, akkor megpróbáljuk a az egyetlen fontos van a határidő. Itt szerintem április végéig valamit kell adni, mert ha nem, akkor nem tud lekötni az egyetlen. Hát a szombatot el tudom kötni, azt le is megbeszéljük a bizottsággyűlésen, a szerdától már meg tudom kötni a szombati napot, és a pénteket akkor kötjük le, amikor találunk hozzá forrás. Abból hozzá tudom, hogy ki lesz. Én értem, amit most arra gondol, hogy például akik árulnak ott dolgok. Nem, az a kisebb probléma, bocsánat, hanem azt látjuk, hogy milyen nehéz a, hát milyen nehéz az előadókat lekötni, így van. Tehát itt most már... Ezt tudom, minden évben tudjuk, hogy mit játszottunk bele. A szombatot mindenképp lekötjük, és akkor minél szerintem próbáljuk meg ezt, mert Egy hangulat ezt is a testet elfogadja. Krista, te szeretnél? Ja, igen. Hát én a képviselői, nem képviselő bizottsági tagok tiszteletéről szeretnék valamifajta véleményt kapni, mert a jogszabály úgy rendelkezik, hogy azonos díjazásban kell részesülnie a képviselő bizottsági tagoknak és a nem képviselő bizottsági tagoknak. És ugye be van zárva, nem erőt vagyok, de nyilván... Én másképp értelmezem. Tehát azért is kértem állásfoglalást a kormányhivataltól, mert azért körbejártam, megnéztem jó néhány települést,
Van, ahol adnak, van, ahol nem adnak. De egyiknek sem, vagy mindkettőnek? Nem, 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 nem. Tehát ugyanez a különbségtétel van, mint ahogy itt is. Az van a törvényben, most én sem mondom meg szó szerint, de hogy a Külső Bizottsági Tagok tiszteletdíjára, az önkormányzati képviselők tiszteletdíjára vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. És ha megnézzük a képviselőkét, hogy szól, akkor úgy van, hogy a képviselő testület a saját képviselőinek megállapíthat tiszteletdíjat. Tehát ez egy nem kötelezettség, ez lehetőség. A saját, de amit megállapít a saját képviselőinek, azt kell megállapítania abban a... De Ági? Hát de most megértem, hogyha ugyanaz vonatkozik, ugyanaz az állás a nem képviselő bizottságra, ami a képviselőre, tehát aki megállapítottok nekünk egy tiszteletdíjat, akkor az, aki ugyanottól és ugyanannyi munkát végez adott témában, adott bizottságban, akkor szerintem, ez most egy értelmezés, de szerintem az azt jelenti, hogy az most, hogy egyébként alkotmánybírósági döntés is van, és ez is sajnálom, látom neked, ami pontosan, hogy ezt az anomáliát, amiről beszélünk, ők úgy értelmezték, hogy nem lehet különbséget tenni. Tehát át tudok neked küldeni ilyen mintákat, mert én utána néztem. Hát ezek úgy szóltak, igen, úgy szólnak pontosan, hogy vagy, tehát ha én 2000 forintot kapok, ő is. Ha én ennyit, ha nem kapok semmit, akkor ő sem. Tehát a bizottsági tagok között ilyen szinten különbséget tenni, idáig legalábbis szerintem... Ez az alapvetés, hogy jogok és kötelezettségek tekintetében a külső alapot is ugyanazok illetve. A törvényünk, de a képviselő tagok. Lehet, hogy egy külsősnek nincsen felelőssége, mint a testületnek, igen. De ez nem így működik, erről van egy jogszabály, és a jogszabály szerint szól, hogy azonos, így van, tehát ugyanúgy a kötelezettségek azonosak, a természetbeli juttatások is azonosak, minden azonos. Nem is értem, hogy ez 90, én amit tagjok, 98 óta. Most egyébként 2011-ben visszamenőleg kötelezték az önkormányok. Igen, visszamenőleg kötelezték, hogy ez bizony. Egy fontos dolog, amit én azt tudom, és ezt bocsánat, hogy beszúrtam, tehát amikor előző évek vagy ciklusokban a külső bizottságokat felkértük, és a felkérés alapján mindenki vállalta ennek a részét, Surányból, vagy éppenséggel a Kósnegyi terület részéről, hogy ez egy kvázi szolgálat. De ez viszont nem volt meg. Ez nem volt megkérdezve, hogy a társadalmi munkába vállalod el. Nem is akkor is meg kell állapítani, legfeljebb lemond róla. Tehát jogában áll lemondani, vagy jótékony célra felhasználni, vagy bármit csinálni, de rendelkeznie kell tudni a fölött. És ő is ugyanúgy felkészül, utána jár, megbeszél. Hát még itt a Zsófi is ugye csinálja, ő is bele rendeletet. Elsősorban egyébként ez nem pénzügyi kérdés, mert inkább elvétel. Szerintem ezt ugye mindenki nagyon mondhatom. Csak arra mondom, hogy soha. Tehát például Szigetszoboszlót dolgozások. Az rendben van, csak hogy ez törvényes. Igen, tehát én is másképp, én is úgy értem, aztán nem kötelező feltétlenül adni. De az az állam is van, Balázsaktól is van. Hogy a kormányban elérhető a tavaly 10. havi önkormányzati tudástár hírlevelében, aminek külön fejezet foglalkozik ezzel a kérdéssel, hogy nem lehet különbséget tenni. Se összeférhetetlensége, semmi, a jogokat és díjazást is külön kiemeli. Nem lehet különbséget tenni. És ez a kormány gyomoron fönt értelmezőve. Azt meg kell nézni. És akkor mire kell tárgyalni, hogy most akkor a költségvetés egy gyerek, attól függetlenül. Ez nem akkor visszamenne a 90-től, akik külsős képviselők voltak, hiszen az alapot meg kell vezetni. És ez 2014 óta így van. Igazság szerint visszamenőleg mindenki azt mondani, amit akar, ez most jelen pillanatban egy fennálló elvi kérdés. És egyébként erre a Timi szerintem meg fogja kapni a választ valószínűleg, tehát gondolom a kormányhivatal majd ebben tudunk hozni. Nyilván az lesz az abszurd kötvét, azt fogja mondani, hogy nem kell, és közben meg hozott máshol olyan sok határozatot. Tényzésről, és akkor... Bocsánat, ami egy alkalommal... Zsuzsa, bocsáss meg! Ne,
Nem, mert ezek az emberek dolgoznak. Tehát én miért kapok akkor 22 azért, mert ezt megválasztott a képviselőnek. A bizottság is kap, azért kap is képviselőnek. Ez bizottsági. Tehát amikor meg belülök a környezetvédelmi a doktor, akkor bizottsági pedigunkban. Ugyanúgy ott ül a többi. Ugyanúgy felkészül a saját témájában. Semmi probléma, nem az állásfoglalásos, akkor elkezdődni a képviselőkerületnek, hogy... Mi csak arról beszélünk, hogy ugyanaz. És növeljük az összeget, vagy pedig azt mondjuk, hogy a most meglévő bizottsági összeget csökkentjük, úgyhogy beleférjenek a külsősök is. Azt is lehet csinálni. Tessék egy számolja. Azt is lehet csinálni. Természetesen. Hogy minden még több legyen az összeg. Jó, most ez nagyon jó. Én azt gondolom, hogy ha így jön az állásfoglalás, akkor a jogszabály követ, akkor is nem olyan tűvösnek lenni, hogy ideig, mert ide volt. Ne ránk legyetek tűvösek, és nem tartom. Számomra rossz az jogszabály. Minek? Nem mi hoztuk a jogszabályt. Nem mi hoztuk a jogszabályt. Jó, akkor itt elmondás, hogy nagyon sok mindennek van rossz üzenet, de mi is jogszabályt szól. Megvárjuk az állásfoglalást. Uh-huh. Igazából ez rendeletmódosítás, tehát akkor, hogyha majd oda kerül a sor, hogy igen, mégis akkor legyen módosít, akkor úgy kell beterjeszteni, hogy rendeletmódosításra. Tehát most igen, mert ez szerintem ebben lenne tehetetlen. Jó. Nem, én ezt teszik tényleg de mi azt szeretnénk, hogy legyen, szerepeljen a jegyzőkönyvben, hogy várjuk a kormányhivatal állásfoglalását, és annak függvényében is megtesszük a következő lépéseket. Jó. Én most érek 5000 forintot kapjuk, bár vagy 1000 forintot már visszatért az ezek, hogy akkor kapja meg ő is az ezek, hogy ha nem kapunk semmit, akkor senkire kapjuk semmit. Jó. Oké. Azt is lehetőség. Vagy a szúrja mérítésben. Ezt a pontot, ezt a pontot, akkor jegyzett volna. Sikerült a képviselő továbbképzésének határidejét módosítani azok után, hogy mi egy másfél hónappal később kaptuk meg, mint bárki más az országban. Jeleztem a kormányhivatal felé, Marian, választ, nem kaptam. De szerintem akkor megint nem tudom. Nekem nem. Nektek nem. Nektek kell. Nektek könnyebb, egy kicsikért kevesebb a tananyag. Akkor mindenki fújja meg újra? Jó. Na jó, de ez a kicsim. Az egész fővárosban neki megkapta december 16-án. Utána néztem. Furcsa volt nekünk is az e-mail, pont ezért minden létező bejövő elektronikus kommunikációs formát ellenőriztünk, hogy akkor decemberben, amikor az eredeti levélben szerepel, de sem lehetett minket elfelejtettünk. De mi belőlük, hogy akkor legyenek szívesen. Akkor én azt kérdezi, hogy a jegyzőkönyvben szerepeljen, hogy nyomatékosan szeretnénk valamilyen állásfoglalást erről a kormányhivatal. A megyei hasonlót azt megbeszéltük az időpontokat előző menetben. Nekem egy lenne még, hogy amivel a segítségedet kértem, és azt mondtad, hogy gyakorlatilag el is volt valamennyire, hogy... Nem tudok segíteni, és én kérdezek, megmondod, hogy ki az, ami stb. Tudom, hogy fele vagy. Mert ugye a műszaki adnak kell ezt kérnünk, tehát a
Jénes Adrienétől kérjük, ők irányították a műszaki sokhoz, és ők mondták, hogy van a telepükön ilyen. Na, és akkor hogy... És aztán akkor remontom, hogy ott a szeretném. És itt a fiúk mennének ki, ugye érte? Mivel ez egy ilyen viszonylag egy ilyen... Mekkorát az egy? Egy ilyen méter átmérő. Hát az nem olyan. Hát mi a játékoknak? Azt mondom, hogy az nem olyan nagy, hogy ne lehessen el. Hát csak autóban nem veszettek? Mondd, hogy még egyet, azt, ami van, az úgy van, azt adják csak oda. Van az egyesi most. Igen, van, van, tudom, látom. Akkor menjünk tovább az egyébekbe, hogyha nektek mi van. Mi nekem? Hogy? Jó. Persze, de jó, ezek nem olyan részesek. Mikorra tervezitek az adó kiértesítéseket? Tudok, hogy ti nézsz át. És arról beszéltünk, hogy lenne mellette most egy ilyen gyors tájékoztató, hogy mire legyenek szívesek figyelni. Égetés, kutya, mi volt még? Zajon, csendrendere, fakidágás. Fakidágás, tehát hogy... Amit kértem, hogy arról, hogy mekkora adót kell, tehát hogy az adóba kértem egy ilyen tájékoztató. Jó, csak az azért, hogy úgy is kiküldünk minden helyi adózóna, a csekket, az adót, és ugye mennyi betennénk egy A4-es lapra nyomtatott rövid tájékoztatót, hogy felhívjuk a figyelmüket, hogy ezek a rendeletek, amik az együttélés szabályai, ezek tartalmazzák röviden. De azt nagyon sokan mondtam, hogy a borítékon nyakorják, hogy megjöttek a borítékon. Nem kell a magyar rendeleteket, csak ennyit, hogy önkormányzat rendelet számát esetleg, hogyha akarja, bogarásza ki. Égetés, ekkor-ekkor, csendrendelet, szombat-vasárnap, ekkor-ekkor nem. Tehát van fakivágás, egyetlen. Nem adhat ki. Jó, tehát, hogy meg ami még így adódtak, meg beszéltünk róla. Hogy a konfliktusok vannak. Tehát a konfliktusos témák, ha szerintem kimegy egy önkormányzati tájékoztatóban, akkor nem mondhatják állandóan azt, hogy nem tudom, nem tudom, nem tudom. Hát nem mondhatják, de azt is meg kell olvassák be, és a két csúcsában. Hát, és még egy, hogy a kutakról az állásfoglalás még mindig nem jött. De igen, szóval is, hogy kérdezi Marian. Tehát az a fix most már biztos, hogy a fővárosi katasztrófa védelmi igazgatóság hatáskora. Tök mindegy, hogy hol van a szigeten, tehát nem ide. Nem a jegyző, hanem a katasztrófa védelem. Ez jó, de akkor A bölcsöde, hogyha kírják azt a pályázatot, amivel szeretnénk, hogy 100%-os, akkor ugye van 3 olyan terület, ami alkalmas lehetne. De építenénk? Hát ha lehet, akkor lehet építeni. Tehát elhangzott a Szigetmonostor részéről az újságban, hogy mi velünk akarna megegyezni. Én azt mondtam, hogy egyelőre ezt nem szeretném semmilyen mondani, és a polgármester úr mondtam, hogy az
ilyen nyilatkozatot tenni, amelyek velünk megbeszélte volna, mert ugye két nehézség van ebben, aláíratunk egy ilyen együttműködési megállapodást, de az a pillanatban kilőjük azt a patront, hogy bármikor is itt bármi történjen, ez az egyik, meg akik már régi motorosok, tudjuk nagyon jól, hogy a közös lónak mindig vannak nehézségei. Az iskola intézmény fenntartása annak idején, amikor még ugye az önkormányzatok tették meg, évi 15-20 millió forintban volt. Biztos vagyok benne, hogy eljön az a pont, amikor azt mondják, hogy ha együttműködés, ahhoz pénzt kérünk. Én ezt nem szeretném. Tehát volt egy időszak, amikor Pócsmegyer, Szigetmonostor felén gyakorlatilag mondhatom azt, hogy egyet vagy a gyarapodás történt ott valamilyen oldalon, mert megtartott az ingatlannak az értékét, egyéb dolgát. Én azt szeretném, hogyha lehetséges, és erről beszélték is, hogy fognak még kérni pályázatot, és ma láttam, hogy küldött az államkincstár egy tájékoztatót, hogy most is a bölcsödék építéséhez a becsült, nem becsült, hanem a megérő építési költségekhez egy 30%-ig szükséges kiegészítő támogatásokat adnak, mert hát az építőipar nem tudja azokon az árakon kivitelezni az épületeket, mind amire a támogatások adták. És mondom, az információ az hogy a valamikor ott a fél év környékén megint elindítanak egy pályázati Kész tervek? Kérdeztem, azt mondták, hogy lesz egy pályázati előkészítési időszak. Hát most nem tudok ennél többet mondani. Kész terveket meg hova csináljunk addig, ha nem lesz pénzünk, akkor itt csinálunk a fióknak egy jó nagyot, de nem nincs értelme adni. Helyet kérdeztem, ugye mi? Hát gyakorlatilag még az orvosi rendelő mögötti terület mögött is van egy olyan rész, ahol el tudnánk helyezni. Egy. A másik ugye, hogy akár ha szükséges, akkor szerintem az egyházzal le lehetne ülni tárgyalni. A Ákosék mögötti terület az egy könnyű közművesíthető területről beszélünk, illetve van a tó parkolója, és adta az úgynevezett barackos, mi úgy hívjuk régen. Én ezt látom most. Ha tovább tolódik a történet, ugye a fenntartási időszakban, onnantól kezdve a klímapark és környezete mind ilyen intézményi területnek van kijelölve a helyi építési szabályzatban, tehát ott is lehet olyan területet kiszabni, kiszabályozni, hogy az alkalmas legyen a jövőre. De ha van ötletetek és van hely, amire... Én csak kérdeztem, mert ugye jövőre muszáj lesz bölcsi biztosítani. Ezt már mondják, nem tudom mióta. Pénz nélkül nem fogjuk jönni. Jó. Tehát én is az a legnagyobb probléma, amit Szigetmonostor között, aztán már sokszor elmondtam. Mert hát nagyon sok bölcsiskor ugye lett a sírt. Ebben az évben már most 33 gyerek születése várható. Igen. Tehát 33 gyerek az borzasztó. Egyszerre, bocsánat, tehát én ezt így mondom. Tehát ezt, volt már olyan év, amikor volt 33. Így van, inkább az a gond, hogy utána nem véletlenül indult el a tankerület is felénk, mert ők már látják, hogy három első osztályt kell indítani. Három. Aha. Tehát az azért nagyon nagy szám. Nagyon, tehát ahogy ezért kérdeztem, hogy gondolkodunk a bölcsében. Abszolút benne van, tehát itt a költségvetési koncepció és a tervek nem tartalmazzák. Én azt gondolom, hogy ennek egy az egyben 100%-os finanszírozottnak kell lenni az állam részéről. Úgy, hogy mi adunk egy területet maximum. Tehát én ezt tudom elképzelni. Ott mélyben kevesebbünk benyúlni egy bölcsinél, hogy jobban megfogtálnál, mert ugye sokkal szigorúbbak az előjelzés. Szigetmonostor 15-20 millió forint között ez a önkormányzati költségvetésből. Évente. Azon szól, amit megkapunk. Hát a normatív. Normatív felül. Mert ugye ami nagyon fontos, amit, hogy ugye fizetni kellene ezekkel a bölcsödékért, de pillanatokon belül ki lehet találni szociálisan, hogy erre meg nekünk nem kell, és onnantól kezdve azokat a részeket az önkormányzatnak kell kiportolni, plusz a gyerekek napi szintű elszámolásban vannak, nem pedig. Tehát, hogy amikor nincs, akkor nem kapja a teljesen, nem kapja a normatívet. Oké, nekem nincs. Akkor nekünk van, hogy itt tegyenek. Na, hogy?
vagy valamit. Akkor bocsánat, akkor végén. A legvégén. Jó, azért kiforja magát, jó? Van egy megbízási szerződésünk az orvosi ügyelettel kapcsolatban, ami változott. Ugye gyakorlatilag a Kajitót falunk gesztorkától, és itt besegít ebben. Kiküldtük gyakorlatilag, hogy a személyet egy kis cégváltozás történik. A magyar zsombadék üzemeltetik majd most már az orvosi ügyeletet, ehhez kérünk. Ez egy tájékoztató. Nem látunk benne csak a egyéni vállalkozóból KFT-re. Igen, igen. Erről kell szavazni. Igen, mert igen. Bocsánat, a közös meghajtóra nem megjönnek. Túl vagy már a bűtőn. Akkor segítséni, nem tudom. Mi van, hogy akkor a határozati javaslatot vagy bármit. Nem tudom megint el, nem tudom miért belengedni. Testület úgy dönt, hogy a Tajitott falu orvosi ügyelet Kft-vel kötendő megbízási szerződést jóvá hagyja. Jó, akkor van egy olyan, hogy egy nyugdíjas klub támogatása kérelem, és szerintem ezt se fogom tudni megnyitni. Talács Julien? Igen, bocsánat, segítsetek. A nyugdíjas klubot nem küldtem ki, nem véletlenül, azt szerintem nekik az egy következő jó? Jó. Azt nem küldtem ki senkinek. Akkor nekem ott van, itt van bent a... De titkos, mert nem tudjuk meg. Titkos. Nem csak beszélgetett. Jó. Fejkel küldtem még. Tényleg a fejkel a kapcsolatban jó, hogy itt van élete. Mennyi esélyünk van behajtani? Hát majd a doktort megpróbáljuk, hogy ő lesz, aki ebben el kell, hogy járjon. Nagyon kevés esélyt látunk rá. Tehát most kérdezem, őszintén mondom. Nincs miből. Nincs miből. És miért? Hát majd meglátjuk, hogy hát ha valamilyen módon valamikor felvetődik. Volt neki egy olyan javaslata, hogy ugye nem csak a céget, hanem az, mert ugye volt magán, teljes magántulajdonával felelt a kézkezesi helyzetben, és azt mondta, hogy erre azért rá lehet bírósági úton repülni. Ezt természetesen kértük is tőle. Úgyhogy ez, nem mondom, hogy egy nagy siker, de legalább valami, hogy... Ó, hát csúfa futka nekünk, kétségnek hát. Hozzá, de látom, de van akkor esetleg igen. Valami remény, hogy valami... És akkor az épület, az visszabontás, akkor visszaállítják, visszaállítják? Nem, az bontásra kerülünk, az már többször itt volt a héten a... Jóvári Ferenc, aki a mostani üzemeltető, már kértem, hogy mondtam, hogy most azt a konténer, nem tudom, hogy szóra ígérő, hogy átrakja. Van egy eljárás, amit a Takács Zsuzsa mondta, hogy a szeptemberi kormányhivatal, illetve a valami oknál fogva a NAV is belekapcsolódott ebbe a történetbe. Ott meg kell várni ennek a végét, és akkor reményünk szerint megadják a bontást. És felügyelet hozott egy olyan határozatot, amely szerint az eredeti állapotot kell visszaállítania, de tekintettel arra, hogy ez egy erős döntés, és nem hajtotta végre, ezért ugye a NAV ebben az esetben a végrehajtó szerv és átadták végrehajtásra. Vagy hát vagy ahhoz, hogy az önkormányzat fontózzál. Hát igen. Igazából az a kövizik terület és a kövizik, ők az első pillanatban, amikor, ugye, amikor először kimentünk az építésfelügyelettel együtt, akkor a kövizik is kijött, és ők itt ennél az asztalnál a megbeszélésen azt mondták, hogy ők nem szeretnék ezt az épületet ott látni. Tehát mindenképpen, ha más nem, akkor tulajdonosként ők lépnek. Nekem még három. Mondjon, én nem látok semmit. Elmaradásom, de szeretném jelezni, hogy nem felejtettem el. Ez a ligettéri fának a védelembe vétele, egy védelem elhelyezése. Azt gondoltam, hogy most várjuk meg ezt a kitűzést, és hogy miután kiderül, hogy akkor most maradhat a fa, vagy nem maradhat, és mikor ez végleges lett, akkor elindítom a folyamatot. Jó? A védelem alá.
Csillagtér. Ez majd de mindig vagy Csillagtér. Igen, a Rómus megvagyozni. A másik az adó tartozók vannak gondolom megjelenítése. Jogi akadály nincsen, informatikai kellett körbejárni, hogy mi az a file formátum, amire nem tudnak rákeresni a személyes adatokra a kereső robotok. Jaj. Az informatikusok ebben segítettek valamilyen segítőnek. Ennek technikai akadály nincsen. Azért megkérdeztem a kollégáról, hogy amikor megszoktuk jelentetni a kis bíróban, akkor utána mennyire nő meg az adófizetési kedv, és néztek rám, kitelekedett szemben akár, hogy akár hányszor megjelent, maximum két ember jött be az ötletből. Tehát, hogy nem motiváció, még a kisbíró sem motiváció. Igen, de az elsőkat, ha meg folyamatosan ott van, és... Nem lehet, hogy a szomszédaim beakar, és fogják mondani. Hogyha valakinek a szomszédja mindig megkérdezi, hogy látom, még mindig fönt vagy az adótartozókon, az viszki, mert megkérdezi. Mert megkérdezi, igen. Szia, Jóska, még fönn vagy? A harmadik dolog, az pedig az csak egy tájékoztatás volt, az az ominózus botrányos jótartási szabályrendben. Igen. Amivel mi hoztunk egy döntést augusztus végén. Ugye arra kutereztük a tulajdonosot, hogy egy bizonyos határidő, kettőt pedig elhoztunk tőle. Valami hetét adtuk. Az állattartásra 8 éve. Ő ezt bíróságon megtámadta ezt a döntést, hogy szerint ez nem jogos. Ennek ellenére a határozatot végrehajtottak, tehát eladta az összes jogát. Egy darab van most ott, de az is már nem az ő tulajdonában, és nem is. És nem ő, aki kezeli. Tehát nem ő gondoltam. Úgyhogy ezen a héten hétre vagy kitűzött tárgyalás, tegnap előtte. De ugye január 1-ével ezt az állatvédelmi hatósági hatáskört elvették a jegyzőtől, elkerült a kormányhivatalba. Gyakorlatilag az egész aktát, az ügyiratot mindenestől átadjuk a kormányhivatalnak, tehát a tárgyaláson még megjelent az ügyvédünk, mert hogy nem volt még jogerős bírósági döntés a jogutódásról. Hát így finoman azt csukta, hogy ő szerinte megnyertük a pert. De erről már nem biztos, hogy fogunk kérdésülni. Ha csak nem találjuk meg azt a kontaktot, akkor már de elvileg a bírósági ítéletek nyilvánosra, tehát ezt ki lehet kérni adott esetben, vagy én nem tudom, vagyis nem kinyílni, de ezt mondjam. Amiből erre, tehát ő azt gondolja, hogy ez arra engedt következtetni, hogy nem fogjuk nyerni, vagy hát most már nem jön a kormányhivatal, az az, hogy semmilyen bizonyítási indítványt már pedig most tartjuk van a bizonyítási teret, úgyhogy erre nyomatékosan felhívta a bíró a figyelmüket. Tényleg úgy történik valami, amit történni kell. Egyébként a vendégek keresztül. Fiatal emberek. Én meg az előbb lemaradt a pénzügyi, mert nem tudtam, hogy hova tegyem. Lenne egy javaslatom, illetve egy kérésem a testület felé, hogy ki kéne dolgozni szerintem. Adókoncepcióval kapcsolatban jutott eszembe, hogy a településen a közterület használatért valamilyen díjfizetést eszközöljünk. Megmondom miért. Ennek két vonzata is lenne. Egyrészt nyilván lenne egy bevételi része, ami kevés, tehát nem ez lenne a fő cél, de talán ez lenne az egyik része. A másik pedig az, hogy a közterületeknek a rendezettsége egy kicsit talán ebből adódóan normalizálódna, mondjuk úgy. Viszont ehhez azt gondolom, hogy az embereket rá kell kényszeríteni valamilyen úton, módon, hogy az ingatlanok előtt ne legyen két olyan dolog, ami nem oda való.
És ezt azt gondolom, hogy csak így lehet elérni. Ez az adókoncepció része. Ez az adókoncepciónak lett volna az egyik része, de azt gondolom, hogy egyébként most ez azért jutott eszembe, mert hogy itt a tavasz, és hogyha azt mondom, az adókoncepció az május környékén van, hogy ne húzzuk ezt az egész dolgot, ez hanem ha lehet. Nem, ez nem adó, ez egy helyi rendeletben. Te vagy foglalk, közbeszólásunk van? Igen. Közbeszólási díjak vannak? Erre van rendelet. Értem, de akkor viszont meg, akkor bocsánat, akkor ez viszont én elsikottam fölötte, akkor viszont ezt azt gondolom, hogy akkor be kéne tartani egy kicsit, mert azért, hogyha a körbenézmény során gyakorlatilag nincs utca, amelyiken a közterületek nem lennének illegálisan foglalva tartósan. Építési, ha nem is törmelék, de építési anyagok, zöld hulladékok, és most nem a klasszikus zöld hulladékról beszélünk. Úgyhogy csak ez, mert erre érdemes lenne odafigyelni, mert talán, tehát hogyha tehát járjuk az utcákat, akkor azért ki lehetne tenni egy valami tájékoztatót, vagy egy valami. Értem, hogy bonyolult és nincs erre a parancsos, csak hát egyszer el kéne kezdeni, és hogyha lenne három embert, akit, bocsánat, azt mondom, akit utolérünk, akkor utána talán nagyobb vízhangot kapnak. Igen, nekem ez van az a bajom, hogy én nagyon szívesen elkezdek ebbe intézkedni, de én nem járok napi szinten kint az utcákon. Tehát akkor kérek bejelentéseket, és akkor az alapján ki tudunk benni. Volt már olyan, aki azt mondta, hogy az ő szomszédja előtt három hónapja ott álló konténer, kimentem, becsörgettem, és megmondtam, hogy akkor jövő héten nem szeretném ütletni a konténert, vagy közterületfoglalási díjat kell fizetnie. Értem. Nyilván én azt gondolom, hogy nem feltétlenül kell tőlem elvárni, hogy én most jelentsek a minden egyes embert, nem tudjuk meg a következménye. Én azt gondolom, hogy az önkormányzatnak ez egyébként is benne van a hatáskörében, és egyébként a települést járják folyamatosan a falugazdászok, akkor azt gondolom, hogy őket egyébként egy papírral meg lehet kérni, hogy légy szíves, hogy írjátok már föl, hogy itt mi a helyzet, és aztán ezt valahogy nyomon követni. Nem tudom a pontos megoldást, ez inkább tényleg csak egy kérelem, mert ezzel talán tényleg a közterületeket egy picit meg lehetne oldani a fönti állatlan állapotokat. Figyeltem csak akkor most elvóra vissza, bocsánat. Igen, egy kicsit beljebb lépek, mert hogy kérdésem belőle. Tehát a rendeletünkben van egyébként olyan, most nem tudom, hogy a kerten belül, mi tudom, hogy mi hogyan tartjuk a utcáinkat, hogy ez nem. Tomáz, nincsen. Egyébként ezzel el kéne gondolkozni, például Tomázon egyébként helyrendelet szabályozza, hogy mondjuk a fakupacok, meg akármi kacatot hogyan tartanak. És ez nem véletlen. Csak mondok egy példát. A Ganab utcáról bevegyünk a Hóvirágra, akkor ott talán a második terek, hát az borzasztó, hogy ezt kérdez. De van egy csomó. De van egy csomó. Ott van a Dunasítányban az állítszemben. Mindegy, ez most ebből jövött. Nem vagyok benne biztos, hogy a szabályos van ezt a rendeleti szinten. Tomázon van. Elküldöm esetleg. Nagyon szívesen. Hát mondom, az tényleg nem mondjuk. Az besutatható. Bocsánat, akkor léphetünk tovább? Gáborira mondanám, hogy a HVL területekre nagyon komoly, szigorú dolgok vannak, amiket érvényesíteni lehet. Visszatérve az adó mellé csomagolandó levélre, hogy ezt a közterületfoglalást is el lehetne írni valahogy. Igen. Egy edukációs célra, hogy ez van, és ehhez kezdve valami folyamat, hogy figyelmeztetéssel. Egyébként tragikus tényleg, tehát szerintem ti is tudjátok, hogy tragikus az utcák állapot, amit befoglalják. Bocsánat, Leven? Én Levente, igen. Akkor Tihéres Levente vagyok, és én meg a megyei fasorral kapcsolatban van sok kérdésem. Én volt, amit önöknél egyezkedni, tárgyalni, én érintett is vagyok a megyei fasorban, és akarom, hogy ez nagyobb nyilvánosság kapjon, amit megbeszéltük, akár jegyzőkönyv, hogy a véleményemet sokan ismerik, mert egyszer kiírtam a Facebookra, vagy nem tartottam magamba, hogy az én véleményem az egészről az, hogy ez el van túlozva, aki olvasta, tudja, és az én véleményem az, hogy itt ez amit ide terveznek, nem fér el, és azt is hozzátettem, hogy igen, azt gondolom, hogy ez lehetne egyirányú, de ezzel túllépve, megértve, hogy itt most már gyakorlatilag egy építkezés van, pár dolgon szeretném, hogyha módosítva lennének a tervek, és ezt ugye mindenki tudja, ez egyértelmű, és
és ezeket szeretném elmondani, ami számomra nagyjából a minimum. Az egyik az az, hogy ami egy attribútum az egész pályázatnak, hogy 5,5 méter szélesnek kell lenni az útpatkának. A másik nagyjából, hogy rákokat kell csinálni a víz, csak mindenki tudja, hogy miről beszélünk. És három dolog, vagy négy dolog, amit szeretnék nagyjából leszögezni, vagy kérni, és ebben nagyjából egyetértettünk, hogyan lehet ezt az egész épített dolgot még csökkenteni, és ebben azt egyetértettünk, hogy ha az úthoz nem lehet hozzáérni, akkor mondjuk az útpatka helyett van másik műszaki megoldás, útszegélyt, útszegélykő és egyébet. Ez lehet sokféle, az én véleményem szerint rézsis oldalfalnál kiemelt szegély, az árok mellett süllyesztett szegély, és még van a harmadik fajta nagyjából, ez a K-szegély, amit mindenki ismer. Ezzel a lehetőséggel, vagy módszerrel, vagy ezzel a technikai megoldással végigjárva a kitűzött utat, gyakorlatilag nem kéne fát kivágni. Tehát nem lenne fa, tehát magában az út felületében nincs út. Az út szegélyen kívül, vagy fa, az út szegélyen kívül, még hogyha útpatka lenne, akkor még kéne fát kivágni. Ez lesz ez a bejárás, a kivitelezővel, tervezővel és önökkel. Ez egyik, ami nagyon fontos. Én azt gondolom, és erről beszéltünk, hogy ez valószínűleg megvalósítható. Ez így volt? Így van? Azt mondtuk, hogy megvizsgáljuk a lehetőséget, és valószínű és hithető, mivel már volt felvetődött a kérdés mások részéről, erre fog szolgálni ez az egyeztetés. Köszönöm. Mert hogy ezzel még fontos lenne, hogy tulajdonképpen a régi tervek vannak, tehát nincs új terv készen, amit nem lehet módosítani. Ezt azért is tudom, mert a földmérő még nekünk körforgalmas terve volt. Igen. Tehát, hogy egy terv van, az a régi terv, ami úgy is módosítva lesz. A másik dolog, ami igazából a terveken nem szerepel rosszul ebben a formában, hogy nincsenek összefüggően a nagy árkok. Úgy, mint a már megépült árkok, ezeket se hoznám föl, az ott nagy egybefüggő árkok vannak, itt kisebb árkok vannak. Szakaszolva. Itt mindenképpen javasolnám, nem javasolom, tehát több mint javasolom, tehát nagy szinte ragaszkodnék, hogy ott ezeken az árkok közt legyenek fák újra. És ez megint tudom, hogy ez költségnövelő tényező, de legalább a helye legyen meg, hogy oda később lehessen fát ültetni, vagy életben mindenképpen teljes értékben partner lennék, hogyha erre nincs keret, én nagyon szívesen, úgy, mint ahogy a később mondom, tehát szívesen én magam is ültetek fát, vagy a köszi önkénteseknek van faültetési programja, valószínűleg ebben partnerek a faültetésben. A harmadik dolog, amiről beszéltünk, az az, hogy ez az újfajta, ami nem új, nem betonárkos megoldás lenne, hanem egy olyan, mint ahhoz hasonló, mint a Harmat utcában van, hogy egy geotextil. Jártam a Harmat utcában is, tehát csak az a lényeg, hogy ez a geotextil bentolic paplan, ez mélyebbre kerüljön, és lehetőség szerint több termőföld kerüljön rá, hogy ott az be lehessen füvesíteni legalább, vagy valamiféle. Ez megint egy technológiai kérdés, és remélem, hogy megoldható. A harmadik dolog, ami viszont az egésznek a költségeit is érinti, hogy beszéltünk a forgalomlassításról, ami ugye elég fontos, mert ugye nem elég kitenni az elején a táblát valószínűleg, és erre azt beszéltük, vagyis nem csak én, hanem erről van szó, hogy lesznek esetleg ilyen szigetek, amik
effektív leszűkítik az útpályát, az egymással szemlélőknek interakcióba lépve kitérnek, stb. És például van, amit én legjobban ismerek, velük szemben van egy tűzcsap, mint egy tipikus, tehát azt egy kiemelt szegéllyel körbevéve, ott már van egy természetes ilyen forgalomlassító. És akkor ez, tehát hogyha ilyen dolgokat figyelembe véve, nyilván egy tűzcsap áthelyezése az egy komoly költségnövelő tényező. Azt hiszem, ezeket akartam dióléval összefoglalni. Hogy ezekről mind beszéltünk, és hogy ezt gondolom, ez úgy tűnt, hogy ez az a kompromisszum, vagy az a megoldás, ami elfogadhatónak tűnik, és ez nem ütközik semmi komolyabb akadályba. Zsávon? Én csak annyit szeretnék most így hirtelen eszembe jutott a fákról, hogy Vörös Andrással vásároltunk 30 platánt, ami jövő héten fog érkezni. És ennek az egyik része az iskolához lenne ültet, hosszon kapcsolatban, és a PLK-hoz is. Mármint az PLK, meg aztán a rendelőhöz. Erről ugye tudtok? Tehát, hogy most... Az Itával egyeztek. Akkor ez... A platánfák a PLK az adóságban. Az iskolánál volt egyedül probléma, hogy még a tanárok még mindig nem tudták meg azt, mert hát kívülre rakjuk a kerítésen kívülre, hát mert csökkentve ez a pont az lenne a lényeg, hogy árnyék legyen a gyerekeknek. Tehát, a... De azért mi vagyunk a tulajdonosok, ami jelzünk azért, hogy hol akarjuk el. Hát, hogy csak úgy Leventérhez kapcsolatban, hogy most amiket elmondott, és hogyha ezek egy része mondjuk megvalósítható, hogy most bejárjuk, ugye, tehát nem lesz a hát most én nem tudom, hogy most mikor lesz az időpont. Hát de hogy a bejárás után lesz, de még egy megbeszélés a tervezőkkel. Mert akkor érdemes ugye éppen az a lényeg, hogy a Leventét is menki, mert tényleg ott lakik. Van. Nem lakom, ott van ingatlanod, igen. Nem lakom ott. De nem lakszott, de ott van ingatlanod. Igen, de. Szép. Érintett vagyok, mondjuk is, hogy érintett vagyok. Vagy. Tehát, hogy érdemes lenne, igen, akkor egy ilyen, még egy... Ott vannak, ott nem sokan vannak egyébként, akik ott lak. Mert a Megyerén azért nincs egy ilyen... Vannak, de hogy nem az a túltelített utca. Tehát, hogy nem érdemes esetleg a következő tervezői megbeszélést úgy időzíteni egy nagyobb terembe, hogy akkor adnám az ott lakók az érintettek is jelen legyenek. Mert ugyanis, hogyha nem így van, akkor ugye majd megint jön valami info, akkor ez most úgy van-e, nem úgy van-e, tehát hogy akkor ők is hallják, kérdeznek, hogy soha ez van, ez a vége. És remélhetőleg akkor tényleg megvan az a végleges kompromisszum, ami mindenki tudomásról lesz. Ja, én már elzárkozom, mert nem tudom, hogy mikor se így érjük fel. Az ott lakó, akkor most ez beszéljük meg. Megyeri. Az oké, hogy a megyeri fasor, de hogy az állandó lakók, az ideiglenes lakók, az ott lak például, hogy ingatlan tulajdonos. De akkor például, akinek nem az ingatlan, nem az ingatlan, akkor ő nem lesz. Nem, meghatalmazott vagyok, teljes körülmény sokat érsz. Hát figyelj, fölkerül a Facebookra, és végig szólít, hát másokat nem lehet tenni. Hát, hogy ez másokat nem is érdekel, bár hát én úgy tudom, hogy igen. Én azt hiszem, hogy igen. Biztos, hogy nagyon sokat érdekel. Nem csak azt, aki ott lakik Leventben. Én tudom, hogy az egy elég ikonikus. Igen, hát tudom, és tudod. Tudom. Még valami? Hogy akkor egyetekben még valami? Ha nem, akkor hosszas és eredményes egyik kell.